Ha az éllovas fogadja a 9. helyezettet, egyértelmű, hogy melyik csapat a mérkőzés esélyese, főleg ha a házigazda legutóbbi 13 bajnoki meccsén nem talált legyőzőre. Az MTK Budapest A csoportos keretéből több játékos is bevetett a nyíregyházi vendégjátékán, ettől függetlenül az NKS végiguralta a mérkőzést. A 4 ponttal megnyert első negyed után a második 10 percet 3 ponttal nyerték Farkasinszky Gyuláné tanítványai. A folytatásban tovább nyújt a két csapat közötti különbség, amelyen ugyan a hajrában kicsit kozmetikázni tudtak a vendégek, de a nyíregyházi kosársuli győzelme egy pillanatig sem forgott veszélyben. Nem az a könnyed ellenállás volt, mint amit Pesten tapasztaltunk. Az is hozzátartozik, hogy mi próbáltunk azért olyan játékelmeket gyakorolni, hogy a támadásban, mint a védekezésben, ami már egyértelműen a Szeged ellen készítette fel a csapatot. Na most ez teljes mértékben nem működött az MTK ellen. Tehát itt időközben át kellett alakítanunk a dolgokat. Próbáltuk megnézni azt, hogy a fiatalok közül, a kadettek közül kit kivel lehet úgy fönntartani, vagy védekezésben kit milyen poszton lehet, melyik helyen lehet úgy fönntartani, hogy esetleg hatékonyak legyenek majd a következőkben. Ezért egy szoros mérkőzés alakul, de én úgy gondolom, hogy nincs ezzel semmi gond és probléma. Nézzük, legalább jó szórakoztak, egy kicsit izgultak, hogy mi lesz a mérkőzésnek a végkifejlete. A nyíregyházi kosársuli pénteken ahhoz a Szegedhez utazik, amellyel az elmúlt években rendre szoros mérkőzéseket vívott. A Szeged ellen nem szeretünk kikapni, tehát ugye ez valamilyen szinten mindig egy ilyen presztízs mérkőzéssé alakul át, talán mondom azért is, hogy itt azért olyan párharcok vannak, amik már évek óta megvannak, és ugye minden a két csapat bizonyítani akar másik ellen. Alapvetően nekünk ez a győzelem azért lenne jó, mert hogyha itt Szegeden nyerünk, akkor nekünk már 90%-ra megvan az, hogy a csoport első helyén végzünk, és ugye a rájátszás fel egy könnyebb ellenfelet kaphatunk. Tehát nekünk inkább ez az, ami egyértelműen a tétje ennek a mérkőzésnek. Az amatőr nemzeti bajnokság keleti csoportjának tabelláját a nyíregyházi kosársuli vezeti 15 győzelemmel és egy vereséggel, megelőzve az egyaránt 13-3-as mutatóval rendelkező Vasas Akadémiát és Szegedet.